és sötét éj szállt mindenkire. Na, van valakinek valami jó horror sztoria? Úristen, nekem van. Szóval kisrác egyedül marad otthon a kutyájával, és filmet néz. Kutya ott van a kanapé alatt, és mindig, amikor lerakja a kezét a srác, akkor megnyalja a kezét. A srác elmegy aludni, kutyája megy vele, szintén ott van az ágy alatt, és egyszer csak ilyen nagyon ijesztő hangokat hall kintről a srác, lerakja a kezét, kutya megnyalja, megnyugszik, kimegy. Ilyen csöpögés hangokat hall, és kimegy, és ott van a kutyája halottan, felakasztva a falra, és a vérével oda van írva a falra, hogy nem csak a kutya tud nyalni. Fúj! Ez nagyon pusztostan! Van egy anyuka, egy apuka, és van neki két gyerekük, és a szülők elmennek ilyen tárgyalásra, vagy beszélgetésre, és kell nekik valaki, aki vigyázzon a gyerekükre, és találtak egy csajt, aki vigyáz rájuk, és már a gyerekek elaludtak, és akkor a csaj nézte a tévét, és látta, hogy mellette van egy szobor, de egy bohóc szobor volt, és egy idő után elkezdett tőle félni. Ezért fölhívta az apukát, hogy ha eltakarhatja el, és azt mondta, hogy neki nincs is szobruk, és hogy most rögtön menjenek ki a házból. Na, nekem is van egy, de hogyha elmondom, akkor szerintem nem fogtok tudni aludni azt. Jó, nem baj, nem is akarok. Igen. Jól van. Szóval egy kis család vezetnek Minnesota felé. Egyszer csak defektet kapnak, kiszáll a család, nincs pótkerék, viszont van egy elhagyatott ház mellettük. Bemennek, lemennek a pincébe, és egyszer csak kopogást hallanak. Jaj, most ki volt? Na jó, mindenkit egy étel közé. És miért mennek le a pincébe? Hát, tudom. Na ez ki volt? Menj ki, megnézd meg! Hello, segíthetek? Odakint zuhog az eső, bejöhetek? Jó, persze, gyere! Mi is történt pontosan? Egy fa kidőlt a vihar miatt, és nem tudok tovább menni az autómmal. De ugye nem esett semmi bajod? Nem, nincs semmi bajom. Nem szeretne valamit játszani, vagy játszunk valamit? Ja, mondjuk kártyázhatnánk. Barkóba? Nem. Barkóba? Nem, az még az nem. Ismeritek az Alszik a város? Nem. Ti mindegy város lakói vagytok. Az éjszaka leple alatt a gyilkos megöli az egyik őtöket. Az orvos megpróbálja meggyógyítani. A rendőr csak a sötétben tapogatózik. Jó, csináljuk. Alszik a város. Gyilkos. Rendőr. A gyilkos öl. Felkel a város. Az egyik őtök meghalt. Olyan, mintha tényleg aludtunk volna. Ja, igen. Nincs flúzusa. Na várj, ugye csak viccelsz. Steffi! Jó, hívom a rendőrséget. Halló? Te vagy a rendőr? Alszik a város. Gyilkos, ölj. Felkel a város. Ne. Már ő is. Úristen. Pedig ő volt a rendőr. Jó, kész, én ezt nem csinálom tovább. Alszik a város. Gyilkos, ölj. Már csak ketten maradtunk. Te vagy a gyilkos. Nem, te vagy a gyilkos. Én nem vagyok gyilkos. De, csak te lehetsz. Te vagy a gyilkos.